Sexy Foxy vagyok, és itt vagyunk a Minecraft Adventure vászlóval kaland következő részében, ahol ugye előző részben lejöttünk Florisszal egy barlangba, ahol látjátok mind a kettő irányt eltömtük, kivéve a felfelé vezetőt, hogy ugye a mobok ne találjanak meg, és ahogy Floriss mutatja mögöttem, találtunk aranyat is. Csak még nem szedtük ki, mert kell nekünk vascsákingó. Na. Gyorsan váltok. És akkor, ja. És egyébként, kedves nézőim, nem tudom, hogy ezelőtt, vagy ezután a videó után látjátok, de gondolom már mondani akartam nektek, hogy a Minecraft missziont abba hagytuk pár probléma miatt. Jaj, közben Floriss megcsinálta nekem a csákányt. És... ja. Köszi. Na. Várjál, Florissnak is adok három vasat. Na, én akkor addig kiszedem ezt az aranyat. Egyébként ebben a részben azt gondoltam, kedves nézőim, beraknák egy textúra packet, de aztán azt mondom, hogy lehet, hogy Floriss lagoltatná, és akkor inkább nem. Na, ahogy az előző részben láthattátok, itt felfedeztünk egy jó kis helyet, amit most itt meg is nyitok. Így néz. Látjátok, itt már redstone, redstone, vas, jó, sok vas. És arra is redstone. A redstone az szerintem kelleni fog nekünk, mert viszont azt mondtam, kedves Floriss barátomnak, hogy mivel a missziont abba hagytuk pár problémácska miatt, ezért arra gondoltam, hogy azt csinálhatnánk, hogy azokat a feladatokat, amik a misszionban voltak, azokat átvinnénk ebbe a adventure-be, és megcsinálgatnánk, szóval ilyet, hogy várat építeni, csak annyi különbséggel, hogy ezeket a feladatokat nem én egyedül csinálnám meg, hanem Florisszal együtt. Akkor úgy gyorsabban is haladunk, meg legalább mind a ketten mókázunk. És én akarok valamit csinálni, ugye van egy feladat, hogy meg kell trollkodni a többi játékost, és ezt nem tudom, hogy csináljuk majd meg, szóval az lesz szerintem, hogy egymást meg fogjuk trollkodni, vagyis lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy egymást megtrollkodjuk, de ezt még nem mondom biztosra, hogy megcsináljuk ezt a feladatot. Mondjuk vicces lenne, de nem akarom szegényt megtrollkodni, mert azért na. Na. Nézni. Ja, itt voltam az előbb, mi? Arra még el tudnánk menni. Ja, itt folytam le. Akkor itt van egy körbe-körbe út. Igen. Floriss jól halad. Vagyis arra kéne mennünk tovább szerintem. Ja, most így ilyen bányászósban vagyunk. De miután kijöttünk a bányából, és felfedeztük ezt a barlangot, utána szerintem elkezdjük ezeket a építgetős, meg letelepet, nem tudom igazából, de még nem, fent még kalandozni fogunk egy darabig. Nem tudom, hogy mikor állunk neki az ilyen feladatoknak, de ezt szerveztem egyébként. És leírhatjátok kommentárba, hogy ez jó ötlet, hogy megcsinálom ezeket a feladatokat, vagy szerintétek, de inkább ne csináljuk meg.
És ha többen szavaztok arra, hogy inkább ne csináljuk, akkor nem csináljuk. Ha többen szavaztok arra, hogy csináljuk, akkor csináljuk. Ezt jól elmondtam. Hát a vizet el kéne valahogy zárni, de nagyon sok, és nem tudom, hol a forrás. Na, ne nekem még blokk. Ugye, oda át tudjak menni, de honnan a viharból jön ennyi víz? Jó, mondjuk a víz az jobb, mint a láva. Azért eléggé idegesítő, hogy ennyi van. Főleg amikor a lávába húszok miatta, az se kellemes. Itt is van Rubin, mi vagyok? Egyébként van egy Minecraftban, a gépes Minecraftban egy mód, ahol vannak ilyen új érszek, hogy Rubin, meg ilyenek. De már láttam egy videóban már ilyet. De azért na. Na. Azért fedezem föl tovább, még Doris próbál átevítkélni a vizem. Na, itt van. De erre nem tudom, hogy van-e valami, mert ott még látom, hogy itt ott még arra el lehetne menni. De inkább nem. Oké, szedjed a vasat. Szerintem ennyi redstone elég lesz ahhoz, amit akarok. Mert akarok ilyen... Majd elmondom, hogy micsodát, csak most hirtelen nem jut eszembe, hogy mit terveztem. De azt majd akkor csinálnám meg, amikor vár kész. Ja, onnan jöttünk, én meg nézem, hogy arra mi van? Na. Közben itt világítom. Nem tudom, hogy egyébként, amikor ilyen sötét részeken megyek, akkor ti mennyit láttok belőle. De... Oké. Nagyon sok redstone van. Ó, lapis! Na végre, valami más! Jó, mondjuk a lapist a skillcheckingóval is ki lehet szedni, de... De ja. A lapis ez nagyon jó, főleg a gyémántot is találnánk, maximum kettőt, vagy ilyesmi. Vagy ötöt kéne. Mert ugye egy checkingóra, meg ugye enchantedre. De olyan kell, hogy a... Obszidiánt csak izével lehet... Jaj, megijedtem, hogy ráléptem a... Ezért. De olyan kár, hogy a obszidiánt csak gyémántcsán kingóval lehet kiszedni, de rengeteg redstone van itt. Hát én nem fogom ezeket kiszedni, de most kom. Nem, rengeteg van. Ebbe arra elnézek. Na. Így. Jó, hogy erre jártam. Jó van. Akkor, hogy itt leszedem a fákjámat. Itt. De a redstone mennyi fényt ad már? Nem is ad olyan keveset. Párkurzás egyes. Na mi van? Várja. Kell nekem egy kis kavics. Én utálok párkurozni egyébként. Nem tudom, hogy miért. Mi? Hol volt? Ne! Ne! És én nem vettem és re. OMG. Hat gyémánt. Nézzük. Hat gyémánt. Ez nem mond már. Jaj, köszi. Na. Akkor tudok. Akkor tudunk egy chuckingot összehozni, és akkor a... Jaj, de jó. Akkor vissza kéne menni a táborunkhoz.
Igen, arra kell elmenni. Még fönt van egy út, vagy... Nem akarok hátrafordulni, mert akkor beleúszok rá. Ott van fönt még egy út, de... Azt majd legfeljebb még egyszer lejövünk ide, majd vasat meg ilyeneket kiszedni. Így tudnánk szedni obszit. Aj, csak... És komolyan... Nem megyek vissza kraftolni, van egy csomó fám, na. Most nagyon tűzbe jöttem egyébként. Aj, kicsit hangos a játék. Hát neki igen, én játék hang nélkül játszok, hogy ne idegesítsen. Mi van? Villámeni üstöket. Mi van? Jó van. Biztos. Na. Jaj, nem így. Először nyersre kell csinálnom a fát. Vagyis feldolgozott a deszkára. Jó van. Jó van, Minecraft, én is szeretlek. Na. Így. Én egyébként mindig, ha diát találunk, akkor mindig chalkingot csinálok belőle, mert az sokkal hasznosabb, mintha egyből egy kardot raktolnál. Na, de olyan jó, hogy át van állítva a gépes verzióra, és akkor kiírja, hogy hány dümögű a csákányom. Most szedünk obszit. Szerintem ez a kis részlet itt fel lesz gyorsítva, ahogy kiszedem. Ne legyen alatt a lába. Szedtem, ahogy láthattátok, szedtem obszit, ugye a Nether portálra is, meg Florisnak odaadtam, ami a Enchanting Table-re kell majd. Szóval 4 darab obszit. Szóval, ja. És akkor itt van ez a 3 darab gyémánt még a inventory-mba, amit majd a Enchanting-hez fogok felhasználni. Nekem nem kell kaja. Nekem még nem kell. Visszaadom. És akkor ja. Akkor most már a vas külcsákányomat használom, ha olyan van. De jó. Halljátok már, csak fog még egy aranycsákányt csinálok, és megvan 5 féle csákány. Na.
akkor én felszedem ezt a izét, aztán szerintem nézzük vár... Nézzük, nem csak hogy esik a eső meg villámlik, hanem ráadásul van pár mob a közelünkben, és hát... Szerintem megy le a nap. Szóval, hát nem vagyunk túl szerencsés helyzetben. Ja, meg villámlik. Pici hang van a játékon, de remélem nem zavar titeket. De mindegy, ezt a bányát megtartjuk, vagyis ezt megjegyezzük, hogy itt van. Meg is kéne jeleznünk valamivel. Mondjuk építek egy kisebb tornyot ide. Nem már! Au! Au! Sorry. Ja, itt van a helyünk. Na. Nem életileg képi mentori be van kapcsolva, de én azért hülye csönti. De jó. Ezt a egy almát nem akarom elizélni. Ezt nem szeretem, amikor Minecraftban úgymond vihar van, mert az sose jó. Nem tudom, minek eszemmel fullon van a húsim, de hagyjuk. Még egy falusi zombi, what the fuck? Nem tudom, hogy Floris visszatalál-e ide. Ó, már látom a nevét. Jön. Addig vágok egyet, míg ide ér. Foxy voltam, Floris Fox volt, találkozunk a következő videóban is, amiben valószínűleg már egy kicsit szerencsésebbek leszünk. Vagyis még szerencsésebbek leszünk. Sziasztok!